Üdvözlöm a kedves nézőket! Mai játékunk a Nearly Dead, Live and Let Die. Ugyebár ezt a Keismelleren kaptam az úton is, köszönöm. Ugyebár kinézetre ez relatív, nekem nagyon azt úgy tűnt, mert már tavaly is szemeztem a játékkal, mint a Zombie Waves, amit telefonon csapatunk. Ugyebár csak PC-n és ezáltal más motoron. Hogy tavaly kiesett, amikor próbálkoztam volna vele a igényelhető játékok között, most visszahozták, úgyhogy itt is van belőle a Gamesco, úgyhogy láthatunk egy skillfát, ugyebár ezek itt a fegyverek, karakterek, akkor azon kívül research-ök, portable storage equipment, tehát ezt át kell tanulni, van elég nagy skill van mögötte, a játék viszonylag egyszerű, mennyi és hogy mindenkit, vannak benne érdekes karakterek, mint például a farkas, a Pérdémon lány, a dőrültudós, a macskalány, aki egybe vámpír, gondolom, hogy nem tudom mennyire kompatibilis kontrollerrel, ebbe is kapcsolom. Oké, nézzünk rá még vissza az adatlapra. Játékvezető nem támogatja. Na, akkor avval a lendülettel ki is kapcsolhatjuk a part, mert sajnos azt nem viszi. No, de se baj. Beáltáska elvégbe jók, ez nem tudom miért villog. Nulla manink van. Single. Oké, difficulty normal, hard, vagy nem tudjuk még meg, mert előbb a korábbi szintet kell teljesíteni. Item spam twice, tehát az duplán spamnolnak az itemek, de az inventory slot a fele. Az így vicces. Enemy yield half, two times to enemy attack power. Vagyis az ellenségeknek fele az életedek kétszerűen erősek. HP növekedés a kajától csökken 50%, a HP visszaállítás növekszik 200%-kal. Ez itt kérdés. Enemy movement speed fix knock with resistance 10 times. Hát elviekbe zárul. Infection 1%, ha megfertőződsz, akkor infection hozzáadja a zombi harapás támadást, az a zombi megtámad, megharap. Fertőzöttség is sérülés 1% HP per szekundum. First aid box-al, ointment-szel és disinfection-nel lehet fertőzést kidobni. Ja, ezeket kivesszük, hagyjuk simán normál, megnézzük, mit csinál, mert relatív ez egy nem rövid játék. És itt a wardrobe, itt vannak a karakterek, Peel, ő werewolf. Oké. Van, aki egy szakadt gatyája, csizmája és újatlan kesztyűje, azaz fél pucérra rohangászik. Margot, ő szubjekt. Eric Engineer, Nox Hunter, Catherine Veterinarian, Pass, tudós akar lenni, gondolom, Renektor, ez ilyen lovag, Vaza Backpacker, Jack Experts, ő volt kiválasztva, van még a klerikes, a Benedict, nevű csávú, neki ostorja van, és van ő a researcher, tudományos kutatós, akin ugyebár egy ilyen macska farka van, őre mondtam, hogy vámpír, de akkor lehet, hogy csak benéztem. Jó, a mondó vagyok, első indítás, első játék, nézés, hogy milyen, hogyan. Kezdjük az alap karakterrel, nézzük meg, hogy milyen. Clothing shop, itt tudunk venni dolgokat még, ugyebár majd aranyfogakért, az a fizetőeszköz.
hogy single player, new game, normál mód, semmi extra módosító, hadd szóljon. Na és akkor karaktereket kell kiválogatni. Rajc pont, nulla van. Ezeket itt szépen tudjuk majd fejleszteni, gondolom. Ja, de nem, van. Egy jó 6 lehet összesen, hogy mit akarunk. Ha ezt elveszük 4-ért, akkor plusz 1 pontot kapunk. És akkor mi a mobility attacking 10%? Hát alapból egy kalapácsunk van, ahogy látom, úgyhogy közelharciak vagyunk. Míg ez 3-ba kerül. Az ezt is felvehetnénk, és akkor elé felvehetnénk valamelyiket ezek közül. Vagy csak 2 ilyet veszünk föl. Nem mondó vagyok, hogy legyünk gyorsabbak, nagyobb védelem és nagyobb HP. És mi van még itt? Per egy alájén szórodik 8 tilesz kritikerét 5%. Sword training, hát kalapácsunk van, az nem sword training. Medical recover 30%. Right reroll points plusz 2. All weapon training, hát ezeket majd így utólag növelgetjük. Oké. Karakterekhez mi kell? 100 pénz. Na és náluk már meg vannak adva egyébként a dolgok, hogy mi mivel tud többet, ő az alap. És akkor kinek mi a hovája, meg gondolom mindegyiknél más fegyver van. Oké. Okay. Vamondó vagyok, de mit tudsz? Empty Trinker 10% Movement Speed, First Aid Kit Starting, hát... Ja, ez a kettő így. És akkor ezt így el is költöttük a 6 pontot rá. És akkor 6 szóljam. Na nézzük, a grafika pixel art, úgyhogy azon nem kell csodálkozni. Az, hogy nem megy a kontrollerrel, az szomorúan konstatálom. Mert egy közös verzióba, közelharcia vagyunk, nice. F-storage. Ez van nálunk, az van ott. Crafting. Upgrade. Úgy tudom, itt úgy működik, hogy ugyebár megadott küldiket kell megcsinálni. Oké. Okay. Prepare to ride. Grab this with special weapon. 1-2-3-as. Storage. Dismantle. Itt szét tudnánk szedni. Upgrade-elni tudnánk. Unlockoltuk a tudását. Upgrade pointunk nincs több. Az volt 1. Oké, okay, ez nem tudom miért jó nekünk, hogy ezt itt upgrade-eltük. Még nem látom át. Oké, okay, készüljünk fel a támadásra, de hogy? Most elhasználtunk egy HP-töltőt feleslegesen. Craftingolhatunk dolgokat, de hát nincs még semmink, úgyhogy shift-tel futunk, space-tel meg egy ilyen dasolást csinálunk. Ki tudunk menni a sötétségbe, de le van zárva, szóval az semmi, mert ott rohangászik a lába is alul. Azaz még nem látjuk a környezetünket, gondolom onnan fognak spawnolni az enemik. Igen. A HP-nk túl van töltve jelenleg, ez nem tudom mi. Igen. Ezek gondolom a pályán lévő dolgok. Más fegyverünk nincs, hiába tudunk nézelődni, arra semmi nincs. Replace with special weapon, de hogy? Storage, üres a storage. Igen, ezeket elrakom. Üresek. This monster. Oké. Okay. Mivel nincs magyar nyelv a játékban, annyira nem értem, mit akar. Hogy... majd kiderül. Bár be nem borul.
Space-re, jobb gombra, erre 4-es ötösre lehet ide lerakni dolgokat, hogy stay close to inventory. Nem tudom, számít-e nekünk, mert ha egyébként beljebb jövünk, akkor már benne lógunk a képbe. Oké. Irányítást itt megadja. Reload. Újra tudnánk tölteni a kalapácsot? Remélem nem. Olyan étel, étkezés, letenni erőforrásokat, interaktálni, medicine, az Q betű, ugyebár az, amelyet elhasználtunk, elé vagyunk több HP-n, page up, page down-mal zoomolunk. Ennyi. Ez a max, ez a kicsi. Egy karakter window. Oké. Akkor enciklopédia. Látjuk a dolgokat. Hiszem nekünk egy fejerex, nem egy kalapácsunk van, ez ott jobb fönt látszik. Hammer. Hammer méne. Akkor G. G semmit nem csinál, kérlek szépen. Oké. Hogy akarunk fölkészülni a első? Ja, rá kellett nyomni, oké. Jön az éjszaka, 5 ellenfél lesz. Papják halnak, egy már die. Oké. Elég kicsi a hatótávunk. Lépnek. Hajtóddál nekem. Két ellenfél van még. 4 ellenfél van még, második hullám. Na, tudtok támadni? Tudjátok támadni? He. Remélem nem néztem be, és az 5-20, igen, az 5-25 a HP-m. Oké. Két ellenfél, egy ellenfél van, nincs több ellenfél, jó. És akkor láthatjuk, hogy mit akarunk upgrade-elni. Hát ugyebár konkrétan még nincs lőfegyverünk, úgyhogy a egészségünkre menjünk rá. És akkor készüljünk fel a következő napra. Characteristics point can each. Nem maradtam róla, nem baj. Z semmi. Van 30, nem tudom mim. Se látom, mi az a 30 akármi. Upgrade. Ilyen. Hasonló legalábbis. Jobb fönn. Jó, és ha én azt mondom, hogy craftolni akarok egy... Ez itt ásó. Ja, ott látom, mibe kerül. Ennyi izénk van. Szomunk. Valami lőfegyvert szeretnék. Unlock egy days later-rel, az holnap fog kinyílni. Ja, hát amondó vagyok, hogy bátran vágjunk bele a következő napban, max meghalunk. Oké, okay, vanquished location. Face powerful elements progress the next region. Select the region. Most hol vagyunk? Vagy innen indulunk el. És akkor fel tudunk fedezni adott helyeket és gyűjteni dolgokat. Hát itt ilyen kabin van, a csöndes kabin az egy kis házikó, gondolom. Unclover Gun Store, ugyebár egy kifosztatlan, gondolom kifosztatlan fegyverüzlet. Itt pedig a Unclover Dead Supermarket, ami szintén ugyanaz a kategória. Hát a supermarketben sok csúnya zombány lehet, úgyhogy szerintem menjünk a kabinba először. Oké. Okay. El lehet hagyni a helyet, illetve lehet menni. Nem tudjuk hány és milyen enemik lesznek. Úgyhogy tunoljuk kifele. Még 30 ilyen, szóval már jól jön. Aznak mély vörös a szeme. Ha egy helybe állunk, az nem a legjobb, az ki tudjuk a támadását cseszegetni. Lett chipsünk.
De hogyha távtámadó vagy, voltál, ott van még egy belőle, prepare to die! Ja, nyomom a shiftet, nem tudok támadni. Oké. Okay. Item search, lett egy lapátunk. Na, milyen jó dolgok. Egyik, hogy nem néztük meg, nem csináltunk belőle. Item search. Ebbe a zombány jön. Gondolom infinite mennyiségbe jönnek. Consumable can user clicking inventory format go restore here can be user quickly with cookie. Akkor olyan dolgok, amik egészségesek akarnak lenni, például a víz, a medikit, a chips, ezek töltik az életet meg a recovery-t, és akkor ez itt szerintem a minánk, a nem, mert az nem fogy, se így se, de mindegy. Nem baj, van nekünk egy szuper hamburgerünk, amban méne, még hogyha Balaton jegére nem is mehetünk vele, ide be tudunk sétálni, onnan föntről be. Közben fogyogat az életerőnk azért, el lehet találgatnak, de őet csúnyán megkaptuk. Oké, okay. Kucs, semmi, mi vagyunk a jó fésültek, de itt nekem ne kámehámézzel. Ezt újjál meg fele, úgy. És nem volt bennük semmi, de volt. Van bandázs és hemmis, az az baraki elhagyott itt sonkanyút. Jó, ez esetben akkor tovább megyünk erre fölfele. Elgyorsulunk. Gyere csak, gyere. Apja hal. Item search, még egy bandel, még egy candy. Ugyebár full fölött van az életünk, úgyhogy még nem akarom használni, ha már feleslegesen elhasználtunk egy ilyet. Can't pick up more. Fele az inventorünk, az a nagy bajunk. Max HP plusz 4%, hát megzabiztuk. Úgy kapták, haltak. Akkor ennyi az inventory slotunk, és gondolom, ha teli vagyunk, akkor utána már nem tudunk mit csinálni. És nem tudunk ide följönni. Te mit tudsz? 45 damage, 45 damage. Kérdés, hogy ez az upgrade, amit beleraktunk, ez mindegyikre vonatkozik, ugyanúgy. Weapon Experience 23, utána visszacsapás, crit damage, crit rate, azon majdnem minden második ütés crit. Elad, de a lapát erősen. Igaz, lassabb. Hát csak a lizéje. Knockback 5, 15, 25, 49, járt, mert 25-öt megküldtük 24-el az upgrade-nél. És ha most téged megfoglak és kicserélek, akkor tudunk lapátolni? Na, csak ilyen lassan, megnézzük mennyivel ér. De kapta! Csat. Jó, taktikázva azért lehet haladgatni, kérlek szépen. Hoppa, duck knife. Jó, butcher knife. Nem tudjuk felvenni, mert tele vagyunk, de mi van olyankor, hogyha a jobb gombbal kidobok egy ilyet. Tippeltem, hogy jobb gomba múny. A butcher knife-ot felvesszük, ami 52. Akkor mi leszünk a hentesek, akik mészárolnak? Akkor jól gondolom, ennyi volt ez a hely. Mindent is átnéztünk, a fát. Semmi. Erre lent voltunk szerintem. A zene viszonylag jó, szóval ebben nincsen para. A retro grafika adja magát szerintem. Errefele bármi, semmi. Önműves parasztok átváltoztak zombánykává. Hogy de lejövünk, akkor itt tudjuk elhagyni ezt a helyet. Visszaérkeztünk ide délután. Oké. Okay. Raftolás az majd holnap. Akkor lett egy ilyenünk, meg ilyenünk. Oké. Okay. És lett egy csomó ilyen ez. És mi van, ha én szét akarom szedni azt a cumót? Dismantle. Van kötelünk. Wow.
hogy mi mennyit ér. Ez 30-at, ez 70-et, meg így 20, az rájuk van kérve, hogy összesen 90-nel tudjuk szétbontani. Nem akarom szétbontani jelenleg, hanem el akarom rakni. Így. Mert itt sok helyünk van, és tudjuk stackelni őket. Vissza tudok menni, vagy jön az éjszaka? Amúgy. Mert holnap már tudunk craftolni ilyet, akkor csinálunk valami lőfegyvert, és hát, ha még viccesebb a világ. Akkor ide fölkattintunk, és itt is van az éjszaka. Aha, akkor nappal felfedezni tudunk, este pedig rohamoznak minket. Igen, elértük a valós életerőpontunkat. Három enemi van. Lót, és következő hullám jön. Nagyon jön, hallod, nem ismerkedem, hagyjál béke. Már jönne és csajozódna, hát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bal gomba köbön. Oké, ezeket összeszedjük. Csokol AD. Még 8-an vannak, ha futunk, nem tudunk kizélni. Csak hogy mit kell legyen. Az jó ránk csapott. Fussunk el. Csat. F. Oké. Te knockback vagy te mail damage. Oké. You got a trade point. D-vel be tudjuk ezt kérni, hogy lássuk, mink van. Az életünk nincs full-on. Készülj fel az explore. Aha, azaz csak egyszer lehet explorolni. Max HP plusz 4%, azaz ha ezt megeszem, akkor az a 468 megy följem. Egg 500 fölött vagyunk már. Mert túl is töltöttük 36. Jó, akkor ezeket nem tudjuk szétszedni. El tudjuk rakni. HP pontot is elrakjuk, így van 2, 4, 6, 8 helyünk. Szerintem az úgy nagyon csecse, és akkor irány felfedezni. Itt már voltunk, vissza nem tudunk menni. Ki tudjuk hagyni a felfedelést, ha nem akarunk. Itt van egy supermarket, itt egy bérelhető raktár, gun store, kettes csillagokat kéreget, és egy supermarket. Menjünk most a supermarketba. Oda kattintottam egyszer, és az elég, ott magától betölt. Én remélem nem fogjuk megszívni azt, hogy ide minden nélkül eljöttem. És egy zombány. Oké, kapták, haltak, nem adtak sajnos semmit, ott is vannak, még haverok jönnek. Igaz, azt hiszik ingyen buli, de hát egyiknél sincs ott a varázsszó, hogy kérlek, csak követelik az agyat, hogy nem kapnak semmit. Érdekes a range-ük, hogy mennyi hely a részről kezdenek el támadni. Pusztulj. Megtették rendesek, lett 3 chipsünk, amúgy. Val ajánlott összerakni a kellemeset a hasznossal, és mikor szükség van rá, akkor használni a növelőket. Mert az a fal túloldalán van, de jelzi. Nincs más, eljöttünk ide a semmiért. Erre mindegy, erre bejövünk, tehát egy szupermarket. Lett még egy kötelünk.
bár van 470 pontocskánk, csak hogy tudjuk, hogy kivel merre hogyan. Zombány bácsi jön. Zombány bácsi hal. Ez is jön. Egy jó ütés egyből stunolódik, és hal harmadikra. Lett egy takónk, egy kis üdítő, és stackeli őket, szóval ez így jó. De ne hányjál már le, hát kinek képzeled magadat, hát Simon jó. Lehányt, hát de most tényleg gusztustalan, hát onnan ideig elköpört, hát mi ő, láma? Igazi póni. Még ha futunk is jelzi az item search lehetőségét. Parlaments, you can fire the effects and kind of one by one. Azaz találtunk egy ilyet. Gumics markolat, vagy kéz. Ugyebár a handle az inkább a markolat. A rubber az meg a gumi, az a gumirozott markolat. Rárakható dolgokra, mint a heavy weaponokra és a blade-ekre, ezáltal jobb lesz. Már most az ásó minden, csak nem heavy blade. Hogy ezt most megint nem ered a 3 életerőpont hiányra, akkor azon kívül, hogy ez nőne, sok értelme nem lenne. Majd meglátjuk, találunk-e valamiért, ami miatt szükséges a resin powder. A powder az a... nem a liszt, de mindegy. A lényeg az, hogy ez nekünk nagyon jó, dobható. Ups. Hogy ez is megvan. Akkor ezek szerint egy helyet csak egyszer tudunk felfedezni, el is ide jön az lehány, hát nem Simon Judonon, bár hatos sebzett, az nem egy vasillos. Hatchet knife. Fresh can lead. First aid kit. Fried chicken. Jó, hát itt vannak dolgok, amiket megéri meg összeszedni. Ugyebár minden jó gamer azonnal mindent is lootol, úgyhogy nem kidobni akartam, hanem balgobban megenni. Így. Kettő helyünk lett. Ugyebár. Akkor szóda, csoki, chips. A chips adja a legkevesebbet. Így most lett három helyünk. De négy tárgyunk van, amit vinni akarok, mert Fried Chicken az 6%-ot ad, kérlek szépen. Ha lenne második helyünk, az már jó lenne. Már akkor oda is tudnánk pakolni föl. Na mindegy, megzabítjuk a csirét is. Nem nagyon hatotta meg a karaktert. Viszont így most tele vagyunk. És elviekben mindent is felfedeztünk, átnéztünk. Hogy ez a szakasz ennyi. Ágám, ez a szakasz ennyi. Jó fésült üzletember uracskánk, alá elcsalunk innen a francba. Fölkészülünk a következő domra. Elrakjuk, amink van. Nem másik gomb. Úgy. Az olba látunk mindent, mert az RTC-ben vannak a satöbbik, ami nem kiegészítő, és nem fegyver. És akkor... kérdés, a bárd az gyengébb, bár gyorsabb. Mozgás, miközben támadsz, 80%. 70. 82 damage, 52 damage. Oké. Okay. Rafting. Megjelentek ezek. Kérdés, hogy ehhez például lőszert honnan szedünk? Amó kapacitás 1. Ezek ilyen csőfegyverek. Pipe SMG meg Pipe Rifle. A játék zené ilyenkor nem megy. Amó kapacitő 15. 1. 6. Reload time másfél, 1-2, crit rate 5-104, 130. Jó, gyártsunk le egy ilyet.
Jó. Elvégbeszélést gyártottuk. Itt nem tudom, mire jó. Ehhez még kettő, meg még sok nap kell. Ilyeneket le tudunk gyártani. Rubber armó. Gumi armor. Vagy épp fa. 300 a durability-je. Csökken 500-ek a sebesség. Önállal nem csökken. Bandage meg recoverizzi a healt 60-nal. Ezt még mindig nem tudom, mi az ott lenn. Ha csak nem az a pajzsunk. Az azt mondom, most gyártok egy ilyet. Defense 50, defense 60. 10% a deficit. Akkor levonja. Akkor be tudtuk rakni. Ennek hol látom a lőszerét? Mellent ott van ugyebár a élet. 15. Oké. Okay. Upgrade. Hol? Csak a kalapácsot tudnánk upgrade-elni? Nem feltétlenül legjobb. Itt meg szétszerelni tudunk. Jó, hát. Nem nincs, de ez van. Tegyük a harmadik éjszakát, 3 hullám. Hát jó gyenge. Oké. Jó, hát sorra halnak meg úgy, hogy jönnek a dolgaik. Következő hullám jön. Valószínűleg infinity lőszerünk van, vagy a 440-ből fogy, de nem infinity, jó. Elfutunk. A sprintelünk nem tört újra. Kicsit arrább kell ilyenkor futni. Jó, ne szórakozzunk. Társó még mindig a legvagányabb. Oké. Okay. Vertelő hullám. Elfutunk. Ne köpködjé. Köpködős a legnagyobb baj, mert ővele kéne elsőre végezni. De ő lett a ducsó ezek szerint. Hogy pusztújka van bástya. Meg is lett. Ez itt Ranger Damage 12 headshot. Ranger Crit Rate. Pass, knockback, az mennyire üti vissza őket. Enemies hit falls below 20% mélyen hit, they kill instantly. 20% alatt van az életük, akkor azonnal meghalnak. Ez se rossz. Erősen filózok a Mill Weapon upgrade-jén, mert jelenleg azt használjuk legtöbbet, mert a fegyver mindenre jó, de
Max olyankor ér valamit, ha valakit be tudunk szorítani. Tehát knockback sem egy hátrány, mert akkor ránk jönnek, akkor kapják. Akkor van még pontunk. A combat techniques. Ranger, extra slot. Hát a tervékben fönt van slotunk kettő, nem? Vagy az a négy. Azokat is el kell kezdenünk ezek szerint használni. Aha, orra. Következő nap jön. Hogy szépen lassan megtanuljuk a dolgokat, akkor itt még lesznek extrák, akkor lehet, hogy mondjuk lövedéket is tudunk csinálni. Majd és akkor mondjuk jobbat fog érni a csomó. 50 damage, 24, hát akkor maga is csomó a legvagányabb, viszont 115-öt sebez. Még az ostor 15-öt. Mivel mobility wheel attacking az azt jelenti, hogy mozgás közbeni támadási erő, azaz elég szépen ledarálja őket, azaz egy helybe állva tudunk csapkodni a legjobbat. A csatnáik a legkevesebbet jelenleg. És mi lesz majd itt a végén? Az is 60%. Szóval hiába sebe 100 fölött, ha elmegy a nagy jel, és 210 azt a fele elmegy. Hogy ennél is hiába sebe 115-öt, hogyha mozgás közben csak 60%-a van, meg az körülbelül 70. Hát az még mindig több, mint ő. Ást csináljunk egy ilyet. Őket letároljuk. Öt is. Felé, nem. Öt, nem. Vedd ki. Akkor így vedd ki. Így rakd el. Csak hogy nicce-micce legyen, akkor ő marad. Várjál. Nem csináltam meg a... őt. Gyártunk egy revolvert is. És akkor gyorsabban tud lőni. Jóval gyengébb, és sokkal többet levesz belőle, úgyhogy így vágunk neki a felfedezésnek. Oké, 6 lőszer benne. Akkor mehetünk is, itt már jártunk, meg itt is. Nem lehet arra húzogálni. A kabin az már 3-as szintet igényelne. Van még egy supermarket, egy warehouse. Bounce-tadert, itt is találkoztunk már új enemivel, szóval... ja. Akkor nézzük meg ezt. Hogy jó legyen. Bár nem töltöttünk föl. Vagányak vagyunk. Oké, pusztuljatok. Tehát erőforrás. Reloadolunk. Jó. Szerencsé nincs annyira megkötve, hogy mit lehet, mit nem lehet. Az ott semmi. Nem lövünk el addig, vágod? Hol? Oké. Kapta 6. Pusztulj. Te is. Nem. Jövőre te. Hát ennyire nem vagyok még sztár, hogy így jöjjetek, nem csajok. Sem mondjuk össze. Ahogy. Jó, reloadunk, mert úgy rakjuk el a fegyvert, és átváltunk a
öges baseball ütőre. Nézzük el, mire lesz jó. Gyertek csak! Püf. Hát igen, ez egy kicsit hatásosabb, mint amúgy. Mert egy kis kábelünk. Csokki. Tegyünk is belőle, mindig így nyomok, közben nem az. Zireniel. Töglánc. Föl tudjuk amúgy venni? Fölvettük, mint kiegészítő szöget. Lol. Jó. 600 fölött a HP. 637 zöldbe vagyunk. Oké. Az a bástyához közel kell menni, az a baj. Na, először csak a csaja jön. Kapta 6. Tehát vártunk a magnumra. Béna vagyok. Ahogy. Reloadolunk, 4x6, 6x6. Visszavártunk a szögekkel kivert basebalutőnkre. Felveszünk még egy Butcher Knife-ot. Bástya ott van a túloldalt. Lett sült krumplink is, french fries. Jó, ha nem támadsz távolról, akkor no para. Gyorsan haltok. Végig futunk, ilyen John Wick-esen. Rament is vettünk föl. Oké, szerencsére ezeket stackeli. Errefele. Ó, egy csomó csoki és chips. Hölgyem, nem beszélgetünk. Új, shame on you, hogy leköpöl. Így, kapták, haltak. Kicsit mi is kaptunk, de nincs helyünk. Akkor a krumpli finomnak látszik. Mindig jobb gombot nyomok rá, közben bal gombbal fogyasztjuk el. Ornament. HP visszatöltés. Fád 50, akkor őt meg kéne hagyni. Egy csokinak mondtunk búcsot. Tök jó a életerőpontunk. 666. Miért is ne? Illik a karakterünkhöz, olyan kis John Wick-es. Ahogy illik. Jön a bástya, dír! Dír! Kapta halt, hozzánk se tudott szagolni. Itt lehet volna egy furkes kord. Parasút kord, ez relatív ejtőernyő kötél. Mi szintén fel tudtunk venni. Oké. És keményebbek vagyunk, megérte azt a szlotot bővíteni, még hogyha úgy éreztem első pillanat, amikor rányomtam, hogy hát lehet, hogy megbánom. A HP, ez a inventory szlotunknak jobban örülnek, ha az gyűlne, de például vízből már van 4-ünk, és kimaxoltuk a helyet. Nem hagytunk itt semmit, és lett alapanyagunk. Szerintem. Ugye el is hagyhatjuk ezt a helyet. Az a kérdés, hogy például azok, amiket itt megszerzünk, azokból bármi és akármi felhasználható a jövőbe. Azaz például van baltánk itt egy, és elvileg itt is van egy 52-es damage, 52-es damage, ugyanaz. Ergo azt tudjuk neki mondani, hogy dismantle, az a szétszedés, és kapunk érte 30-at. És szét lett szedve. Nem mondod, hogy a revolvert is szétszedte. Hú, te! De azt nem jelöltem ki. Akkor mindegy, csinálunk egy új revolvert, holnaptól már lesz handgununk. Majdnem revolver szintű. Csak gyorsabb egy kicsit. Bár egy D nap van hátra, két napot kéne túlélni. Ezek a pipe gunok, ezek a nagyjából a semmit nem érnek. Mondom ezt úgy, hogy a rifle, ami egy lövetű, és egy másodperc a reloadja, az
Meg egy gyorsan reloadja, akkor egyes, nem másfél. Meg egy-kettő, szóval gyors az újratöltés, de 95 érelemben csak 40 körül sebesz, hogyha mozgásba vagy. Ahhoz nagyon állva kell lenni, még azért ez ugyanúgy a 40-et hozza. Na mindegy, akkor erre is tudjuk, hogy erre figyelni kell. Ha megnézzük, fegyverek között vannak ezek. Kiegészítők között ők. Azaz, ha egy ilyenre rányomok, bezárom, rányomok, fölkerül ide, akkor hozzá ad még, amúgy. A pengéknél és a neheleknél, a dobható dolgoknál ér valamit. Ez a shieldnél, ez amúgy damage. A light arms arrow-oknál, hogy hát ilyet nem használunk jelenleg, úgyhogy full damage, hát ez nem túl, bár a heavy weapon mail kategória, várját csak, moving, heavy weapon, akkor téged fel tudunk használni, de oda pakolásszam, téged nem tudunk felhasználni, téged föl tudunk használni. Ennek van is értelme, hogy jobban álljunk. És pilózok rajta, hogy kell nekünk egy ilyen. Akkor őt ki is cseréljük rá. Ezt meg elrakjuk. Téged pedig szedünk. Téged visszakérünk, és akkor kezdődhet is az éjszaka. Van pajzsunk? Bómák kalapácsa van, he? Majd de több a támadó. Kapjuk azért. Valma egészséges. Támadók a baj, a távtámadók. Új. Szerintem nagyon jó. Csat, 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 csat. Erre még csak ilyen közelharci krumplik jönnek, az nem baj. Ott az arany WC papír, nekem kell. Anélkül nem tudunk kakkantani. Packing time. Óla. Még egy kis erőforrás. És már jönnek. Neked mi van a kezedben, nem dobod el? A fele életünk még megvan, pajzsunk nem nagyon. 80, 70, 60. Oké. Okay. Senki meghalt. Éppen leszámol. Oké. Okay. Na, itt vannak, hogy mik nyíltak meg. Gondolom. Victen Aimi, aiming, ugyebár távolsági sebzés, critical hit, pontosság, 25% akkurára az a pontosság, crit rate 10, crit damage 10, oké. Okay. Mail attack speed, mail damage, mint mondtam, az nekünk kell, úgy kapcsolta be, gondolom a dolgokat. Na, tehát ilyen például backup magazin. Egy instant reload, hogy no legyen, negyen reload idéd. Ugyebár a plastic armor pedig többet vé, kevesebbet véd a műanyag, de tartósabb. Bandázs az
recoverizik, hogy csinálunk 3-at. Lett távolságunk, azaz a nyíl, illetve még kötél. De megjelent a crossbow és a hunting rifle. Ez például egy jó kis fegyvernek tűnik. Molotov koktél. Én csodálkoztam volna rajta, ha mondjuk le vesz, ahogy hívják ból. A mozgás közbeni támadásából nagyon sokat. Shotty. 48x5 a damage-e, 70%-a marad meg. De az is instant kill-e jelenleg. Ahogy vesszük. Itt meg ugye van, mindig csak a szöges baseballzutó a legjobb. Jó. Nézzük meg, mit tudunk tárolgatni. Hol? Alma az egy új dolog. Shift jobb gombbal mindent elraksz, azaz itt van 3 darab bandázs, amit simán levéci papíroznak, azt egy-egybe föl tudjuk beszórni. Fiák, duct tape, 2 damage-re, lehet fel is használjuk akkor, az arany duct tape-et. Ebből meg van 6 dobhatunk. Egy jó kis ramen. Ez is a dobhatóknak a teljesítményét és pontosságát. Ez jó a zéhez nekünk. Molotovhoz. Spagetti. Igyunk is valamit, ne csak együnk, meg egy vizet is igyunk. Oké. Okay. Mielőtt elhagyjuk itt a dolgokat. Fogunk egy rövid kört, hát ha valamit elhagytunk útközben felvétel nélkül. Csak hogy csecsemecse legyen. Ilyenkor van zene, az éjszakában viszont mi. Megint rossz gombot nyomtam. Úgy. Nem vagyunk fullon, közel se igaz, 700-at fölé már fölment az életünk. Téged is, meg téged is föl tudunk oda pakolni, így pakni fog, hogy vagytok. Jó. Eat food V-vel, medicine, meg Q-val. Most nyomok egy V-t, nem történik semmi, mert nincsen nálunk kaja. Viszont ha fogok egy ilyen bandást, akkor azt feleslegesen használnám el. Őt ez first aid kit, bocsánat, bandás kell, az 60-at ad. 215. Kell nekünk legalább 3. Rom. És toljunk rá is spagettit. Ugyebár akkor egy bandás, két bandás, 3 bandás és egy spagetti. Na az bár nőtt az életerőnkön, 2.34 lett, meg mellette növelt a humon is. Ez a 60x3000, ez fingom nincs csoda. Talán a pajzs. Aha. Lehet, hogy abból is kéne gyártani újat. Mint például, akkor őt még tovább bírja, még a kevesebbet is. Oké. Okay. Téged fölveszünk, teket letárolunk. Akkor téged el akarlak adni, akkor te hozzáadódsz. Jó. Akkor jöhet vissza ez is, és induljunk felfedezni. Nézzük meg azt a fegyverboltot, lehet, hogy valami jót is találunk, nem csak halált. Oké.
az kapta halt. Oké. Azok is haltak. Oké. Hozzám se szagolt. Ő viszont annál inkább. A hármasba nem rakja be. Pedig az még kéne. Reloadolunk. Kapta halt. Hát lövünk? Nem lövünk át. Azt szerencsére megoldották. Nem lett igénytelen. Egyébként nagyjából csak jókra olvastam a játékról, szóval... Oké, hát a pontosságát meg tanulni kell John Wicknek, mert még nagyon kezdő. Ó, még a zombik is késebb a hely. Azt hitt, hogy megtámadhat. Mi kis naív? Aha. Egy nem. Ó, még késebb van. Hát mi van veled ilyegyé hatba? Pont nem lőzünk el odáig. Ez eltalált, levett a pajzsból is, meg az életünkből is. Jó. Kíváncsi vagyok, ez mikor nyílik ki a következő slot. Ó, még jön utánunk nagy vagánya. Oké, lett sajtunk. Tehát, hogy Rockforti büdös sajt, és akkor nagyon vagány lesz. Te ott, az ott fenn nagyon el van. Ketten is. Hát nem szégyellitek magatokat? Ketten egy ellen? Ott, ott. Oké, ki lehet ezt okozni. Kapta halt, és még maradt is egy golyónk benne. Jó. Szépen váltogatunk. Ott hárman is. Na, mikor indulsz meg? Semmi komment, a túloldalt vagy. Átütöttünk a falon, az vicces volt. Nem baj. Ki tudom dobni a gránát? Molotovot? Nem, szerencsére jó. Már ketten is jönnek. Kis naívak. Azt hitték, érnek ellenem valamit, de nem. Nem ilyet érnének. Oké. A késes vagány. Lehet vízünk, úgyhogy szomjadni már nem fogunk. Jaj, te itt ki jössz? Szóval az ott nyitva van. Igen, akkor ezek ilyen átjárók? Ege. Akkor azok ilyen garázs... Húú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 ú
rifle, hunting rifle, jött az amó, és az beismertett a hármas slotba, hogy pikkadjál meg a special weapon. Reload time, manual reload. Fajt. Oké. De akkor nem. De meg akkor igen. Na, nézzük csak meg, mire vagyunk képesek ezzel. Opakodunk. Az csodás lövés volt. Oké. Csap. Ennek így már van értelme.
kapják, halnak. Oké. Hát jön a csaja. Tír. 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 Netán elfogy a lőszer, akkor közben reload helyett látunk. Mi már van értelme három mód vinni. Hello! Hát bástya vagy? Vagy nem vagy? Nem tudom, mi az a 34. Az lenne a durabitilje, és aztán nem tudjuk használni? Mert itt semmit nem látok belőle, vagy 34 lőszerünk van még hozzá. És te nem lesz, vagy mi? Manuálló, civil, rifle, ranger. Igen. Nem látok róla infót, vagy annyi lövés kell még, hogy esetleg szintet lépjük vele. Ezen sincsen semmi. 50-50. Léjjába rakom be, azt csak annyit látok, hogy mennyi van benne. Összer. Aztán lehet el kellett volna olvasnom a Special Weapon leírásánál, hogy mit akar ez a Special Weapon, mert lehet, hogy pont azt, hogy szétszivat akkor. Az a kettőt kérdés, hogy van-e benne valaki. Azt még nem emlékszem rá, hogy itt megnéztük volna. Ja, de itt is bejöttem volna. Oké, meg kell jegyezni, hogy ezek az áthidalók, ezek nyitott hajtót jelentenek. Hát nincsen bennük semmi. Jó, akkor ez a raktár is túl van tárgyalva. Jobb a fogyföntről látszik a vasbeton szerkezetnek a hálója. Sok szemét. Oké. Akkor mehetünk is el innen. És akkor ötödik napocska. El nekünk kamó. Az elég sokba kerül ez a backup magazin, ez nem hiszem, hogy veszünk ilyet, mert nem értelme. Ezek ugye bár máshoz. Szerintem a túlviponok azok ezek, nem? Nem. Medieval Ranger Shotgun, ott írja, hogy mi micsoda akar lenni. Rolling dobható. Oké. Okay. Jó, fullon vagyunk. Ezeket szépen elpakolásszuk. Ebből lett 9. 15-21. Na nézzük, milyen az ötödik éjszaka. Nem ér is, ne? Ahogy illik. Upgrade még mindig nincs. Oké. Nem tudom, az mikor lesz. Akkor nézzük. Kapják, halnak. Szép a zene. Oké. Te azt hitted, hogy te vagy itt Jackie, tehát nem. Nem volt rajtad Jackie. Már 4 a... Jó. Hitték, hogy pedig, dehogy. Spagetti.
Mindenki kapja. Jaj, de szeretnél henteskedni. Hát nem fog. Meg azt hitték, hogy támadhatnak. Hát hogy hiszik ezek itt? Hát látszik, hogy szőkék. Rászolgálnak a nevükre. Hallod? Te boss vagy? Hallod, nem vagy vicces. Meghaltunk. Szóval itt lett boss fight. Hurra! Suffer one game over, elértünk egy ilyet. 20 fogacskát kaptunk, meg 20-at a nem használt reroll pointért. Így 40. Upgrade. És akkor tudnánk a Butcher Knife-ot upgrade-elni. Vagy a pitchforkot, vagy a metal pipe-ot, vagy a shovelt. Baseball ütött, de még csak ha az megvan, azután tudnánk 90-re upgrade-elni őt. Ajjaj, 140 amúgy a fogacskánk száma így. Hammer, molotov. Lehet kavicsunk. Jó, kutatás. Portable storage. Annyira nem. Upgrade points, 100 kill points per weapons, azaz tárgyilkolásért kapsz egy pontot. Oké. Okay. A karakterek. Hát őket még nem érjük el. Ő van csak. Plusz egy slot. Ez ki is van upgrade-elve maxra. Oké. Okay. Karakterek. Őt nem tudjuk meg kiválasztani. Kint is lehet varjálni. Igen. Loading shop. Nem. Nem mentett a játék. Vagyis csak eddig jutottunk el. Itt van egy rakat archivment, meg loadol befele. Oké. Okay. Clear the game on normal difficulty, hát attól meg ezek szerint messze vagyunk, ez lett meg az első halál. Jó, hát nem így akartam befejezni ezt a részt, de hát akkor ez így adta magát. Úgyhogy ez volt a Nearly Dead Live and Lead Die 1.2-es verziója. Nem tudom, a jövőben lesz-e belőle még rész, majd kiderül. Ugyebár van sok minden más, ami még fut jelenleg most a csatornán, még ha ki is tekintgetünk ki különböző játékokra. Úgyhogy egyre azokat akarom még lezárni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm a játékot még egyszer Case Milleren a fejlesztőnek, és találkozunk legközelebb, addig is. Sziasztok!